terjedt ki. 1877. november 20. napján kezdődött, mikor is savanyú három társával együtt egyetlen éjszaka leforgás alatt két gazdától lopott el anyagi javakat. Az összes kár 1260 forintot tett ki. 1877. december 5-én került sor a következő bűncselekményre, amikor is savanyú és további négy személy közöttük savanyú testvére István fegyverekkel felszerelkezve kirabolták Bezerédi Antalt. Szent Ivánfa település uraságát a saját kastélyában. Mint láthatjuk, a való köszönő viszonyban sincs a romantikus mondákban említett történésekkel. Itt kell megjegyezni, hogy a betyárok nem voltak népszerűek a vidéken élők körében. A falusi tanyasi emberek nem nézték jó szemmel a bűnözői csoportok tevékenységét, és nagy valószínűséggel azok a hiedelmek sem igazak, mely szerint a falvak lakossága szerette az egyfajta népmesei hősként feltűnő magyar Robin Hoodokat, akik csak a nemesek pénzét rabolták el. A betyár legendák ugyanis nem a népköltészet gyermekei. Városi könyvkiadók, nyomdászok íratták meg bértolnokokkal az elfogott bűnözők tárgyalási jegyzőkönyveiből azokat a gyakran verses műveket, melyek gyakran kiszínezték az eredeti történetet a magasabb példányszám elérése céljából. A néhány oldalas párkrajcáros füzetek egyik kedvenc alakja lett Savanyú Jóska, aki a maga 159 centjével egyébként is rászolgált a vele kapcsolatos szóbeszédekre. Bezerédi Antal kirablása után ugyanis megérezvén, hogy kezd forró lenni a talaj a lába alatt, csatlakozott a hadsereghez, mely 1878-ban megszállta Bosznia-Hercegovinát. 1879. június végén azonban újra Magyarországon találta Savanyú Jóskát, aki testvérével együtt ellátogatott a közép Piszkázi búcsúba. Három pandúr azonban megneszelte, hogy a körözött rabló hazatért, ezért megpróbálták törbecsalni. A rajtaütés fegyveres küzdelemben csúcsosodott ki, melyben Savanyú István életét vesztette, Jóska pedig újra elmenekült az országból. Bosznia és Triest után Fiumében szállt hajóra, ahol pincérként dolgozott. 1881-ben visszatért Magyarországra, ismét egy rablóbandát szervezett maga köré, és elhatározta, hogy augusztus 31-én kirabolja Csabradeken Hácki Kálmán földbirtokost. A felfegyverzett bűnözők behatoltak az épületbe, a rablás azonban gyilkosságba torkollott, tekintettel arra, hogy a helyszínen tartózkodott Bogai Antal főbíró, aki a betyárokat felfedezvén menekülni kezdett, mire Savanyú egyik társa kíméletlenül lelőtte. A rablógyilkosság után Savanyú néhány társát elfogták, ő azonban egyre vakmerőbb lett. 1881. szeptembere és 84. februárja között számtalan rablást és lopást követett el, melyek közül nem egy végződött halállal. 1882. februárjában Savanyú és bandája rablás közben ölte meg Gersman Dávidot Györgyömörön. 1883. júliusában bosszúból úgy megvertik német Péter József számadót, hogy 35 napig fekvőbeteg lett és a karja megnyomorodott. Ugyanezen év augusztusában magukat pandúrnak kiadva elfogták Bakos Károly erdőkerülőt, majd napokig kínozták. 1881. Imre adták át csendőrkézre a bűnszervezet vezetőjét úgy, hogy a borába altatót kevertek, miközben az alahalápi csárdában ivott.
Savanyú annak ellenére megbízott a testvérpárban, hogy nagybátyjukat árulásért kivégeztette, ez pedig öreg hibának bizonyult. A Kábult betyárt öt csendőr közelítette meg és fogta le. Az elfogással kapcsolatban felmerült egy másik verzió is, mely szerint Savanyú alvezére és legjobb barátja Nárai Jancsi dobta fel, mert Savanyú teherbe ejtett két nőt is, akik korábban Nárai barátnői voltak. Az minden esetre kétségtelen, hogy a mindig Savanyú mellett lévő Nárai éppen a csendőrök érkezésekor tartózkodott a helyszíntől távol. Savanyú elfogását követően az eljáró szombathelyi ügyészség megpróbálta felderíteni a bűnszervezet által elkövetett összes bűncselekményt, valamint megpróbálta elfogni a csoport összes még szabadlábon lévő tagját. A nyomozást összesen négy megyére terjesztették, és 1885 végére az elfogottak és kihallgatottak száma meghaladta a 100 főt. A felderítés egészen apró részletekre is kiterjedt, melyek segítségével elfogásra kerültek orgazda kocsmárosok, de még egy pandúr káplár is, aki a vádira szerint több alkalommal segített Savanyúnak egérutat nyerni a hatóságok elől. Mai szemmel nézve a több mint 130 éves rendőri munka hihetetlenül részletes és alapos volt. Ennek következtében nyugodtan kijelenthetjük, hogy az 1886. május 6-án kezdődő tárgyalás egy maffia per első napja is lehetett volna. A tárgyalásra közel 200 tanút idéztek be, ennek ellenére a bíróság már 10 nappal később ítéletet hirdetett. Savanyú életfogytiglant kapott, a bűnszervezet tagjai pedig egy havi fogház és 12 év fegyház büntetés közötti szabadságvesztésben részesültek. A fellebbezést követően a magyar királyi ítélő tábla mondta ki a másodfokú ítéletet 1886. november 23-án Savanyú Jóska és társai ügyében. Az ügyészség által 29 bűncselekménnyel vádolt Savanyút az ítélő tábla kötél általi halálra ítélte. A fellebbezés miatt az ügy még mindig nem zárult le, és az eljárás a királyi kúria harmadik számú büntető1906 őszén Savanyú megelégelte a dolgot és visszaköltözött a régi nagy csaták színhelyére Tótvázsonyba, ahol állítólag szabóságot akart nyitni. Erre végül nem került sor, mert Savanyút egyre jobban kínozták a lábai. A betyár és börtön évek alatt vélhetően reumás lett és az ízületi fájdalom kibírhatatlan szenvedéseket okozott neki. 1907 áprilisában még kórházi kezelést is kapott, de az állapota nem javult. Az orvosok a lába amputálását javasolták, ám abba nem volt hajlandó belemenni, és 1907. április 9-én 10 lövető pisztolyával főbe lőtte magát. Sírja ma is Tótvázsonyban található turista látványosság. A Clermonti sorozatgyilkosság két fiatal ausztrál nő meggyilkolásának és egy 18 éves lány eltűnésének a média által kitalált megnevezése. A két gyilkosság és a harmadik személy eltűnése 1996 és 97 során történt Nyugat-Ausztráliában, a módos nyugati külvárosban, Clermontban. Mindhárom személy hasonló körülmények között tűnt el éjszakai szórakozóhelyek felkeresését követően. Az esetek a rendőrséget arra a nyomra vezették, hogy egy ismeretlen sorozatgyilkossal van dolguk. 2008-ban a gyilkosságok elkövetésével meggyanúsították a brit Mark Dixit, akit gyilkosságért már elítéltek hazájában.
Murray Lampard a nyugat-ausztráliai rendőrség parancsnok helyettesének a Sydney Morning Herald újság 2008. február 24-i megszólalását idézve. Dixit alapos vizsgálatoknak vetettük alá abban az időben, ám kikerült a gyanúsítottak köréből. "1995. február 12-én egy 17 éves lányt elraboltak, majd megerőszakoltak, miután a Clermonti klub szórakozó helyről eljött. Hazafelé valaki elkapta, majd a kocsijába tuszkolta és a Karakatta temetőbe hajtott vele. A temetőben megkötözte és megerőszakolta, a lány nem halt bele a támadásba, ám az erőszaktevőt nem sikerült kézre keríteni. Az ügy a titkárnőként dolgozó 18 éves Sarah Spears eltűnésével folytatódott 1990. Újságíró szerint Sarah Spears nem az első áldozata volt a Clermonti sorozatgyilkosnak. Bartlett megírta, hogy a rendőrök elmondták egy negyedik eltűnt nő apjának, hogy a 22 éves Julie Cutler feltehetően a Clermonti sorozatgyilkos áldozata lett. A lány egy egyetemista volt, aki illetve az elhúzódó, kiterjedt nyomozás miatt ez a nyomozati eljárás lett Ausztrália történetének legdrágább nyomozása. Az ügy hatására megszigorították a taxisofőrök számára a felvételi követelményeket. Ez az intézkedés a közvélemény megnyugtatását és bizalmának visszaszerzését szolgálta, a nyomozati eljárás megakadni látszott. Néhány hónapon belül több nagy szabású razziát is tartottak az üggyel kapcsolatban, amelyet követően lekerült a napirendről a nyomozó csoport feloszlatása. A gyanúsítottak listájára 2004-ben felkerült Clermont korábbi polgármestere Peter Weigers is.
Lakását luminol nevű anyaggal szórták tele, majd DNS tesztet csináltak, amely végül tisztázta. Weigers elmondása szerint az, hogy gyanúba keverték, teljesen tönkretette az életét. Bejelentették, hogy Bradley John Murdoch, akit elítéltek a brit turista Peter Falconio meggyilkolásáért is érintett lehet az ügyben. Habár Murdoch 1995. novembere és 1997. februárja között letöltendő szabadságvesztésre volt ítélve. Egy Lance Williams nevű közszolgát több éven keresztül megfigyeltek a nyomozás során, ám végül nem sikerült a gyilkosságokkal összefüggésbe hozni, ezért lekerült a lehetséges elkövetők listájáról. 2006. októberében a rendőrség bejelentette, hogy Mark Dixie, akit az Egyesült Királyságban elítéltek a 18 éves modell Sally Ann Bowman 2005-ös meggyilkolásáért, a gyilkosságok első számú gyanúsítottja, ezért a nyugat-ausztráliai rendőrség makrót nyomozó csoportja DNS mintákat vett Dixie-től. Majd összevetették a bűncselekmények helyszínén talált mintákkal. Ugyanakkor Murray Lampard, a nyugat-ausztráliai rendőrség parancsnok helyettesének későbbi nyilatkozatát idézve. Dixit alapos vizsgálatoknak vetettük alá abban az időben, ám kikerült a gyanúsítottak köréből. 2008. augusztus 28-án a rendőrség közzétett egy korábban soha be nem mutatott felvételt, melyen Jen Rimmer látható egy ismeretlen férfi társaságában nem sokkal az eltűnése előtt. A rendőrség a férfivel kapcsolatban annyit közölt, hogy a képen látható személy nem a bűncselekménynek gyanúsítottja, csupán az egyik tanú lehet. Bár a felvétel meglehetősen álmosódott és szemcsés, ezért a rendőrök elküldték a NASA szakembereinek, hogy tanulmányozzák, hogy próbálják meg élesebbé tenni a felvételt. A kép rossz minősége azonban az utóbbit nem tette lehetővé. 2015. október 16-án a rendőrség bejelentette, hogy Kiara Glennon gyilkosát összefüggésbe hozták a Karakatta temetőben erőszakoskodó bűnelkövetővel. A rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva elzárkózott a további nyilatkozatoktól. 2016. december 22-én a rendőrség letartóztatott egy férfit a Clermont gyilkosságokkal kapcsolatban. A férfit a Perth keleti részén fekvő egyik belső külvárosban a Belmonti önkormányzathoz tartozó Kevdélben lévő otthonában fogták el. A szomszédok elmondása alapján egy 50 év körüli férfiról van szó, akit a rendőrök reggel 7 körül kaptak el. A rendőrségi szóvivő szerint a nyomozással kapcsolatban fogták el a férfit, ám a nyomozás érdekeire hivatkozva nem árult el bővebb információt az ügy részleteiről. Bradley Robert Edwards neve korábban nem merült fel a nyomozás során. Az ellene felhozott vádak alapján Jane Rimmer és Kiara Glenn meggyilkolása miatt került előzetes letartóztatásba, valamint Julie Cutler 1988-as meggyilkolását és az 1995-ös karakattai temetőben történt nemi erőszak elkövetését is Edwardsnak tulajdonítja a rendőrség. A nyugat-ausztrál újságíró és írónő Estella Blackburn 2007-ben megjelent az Ártatlanság című művében azt firtatja, hogy korábbi partnere lehet az elkövető, aki őt korábban többször megtámadta és megfenyegette azzal, hogy megöli. A szerző állítása szerint a párjának volt engedélye arra, hogy taxizhasson. Ezt a lehetőséget részletesebben is boncolgatták egy kétrészes ABC TV műsorban az Australian Story-ban 2007. novemberében. A 20 éves Colin Stan stopposként szelte át az Egyesült Államokat, amikor bal szerencséjére egy őrült szadista házaspár ajánlott neki fuvart. Elrablói 7 éven keresztül tartották szexrabszolgaként egy szűk faládába zárva a szerencsétlen lányt, akinek válogatott kínzásokat kellett átélnie. Az Oregon állambeli Eugene-ban élő Colin 1977. május 19-én egy barátja születésnapi bulijára tartott éppen. A körülbelül 640 km távolságra lévő kaliforniai Westwoodba. A rutinos autóstoppos lány bejáratott módszerét használva segítőkész idegenek által tette meg az utat, gondosan vigyázva rá, nehogy gyanús alakok kocsijába üljön be. Az út utolsó kaliforniai szakaszán elővigyázatosságból már több autós ajánlatát is visszautasította. Majd egy kék furgonban ülő kedves fiatal házaspár vállalt, hogy elviszi őt Westwoodig.
A 23 éves Cameron Hooker és felesége, a 19 éves Jenny segítőkész, bizalomgerjesztő párnak tűntek, melyre ráerősített, hogy a pár 8 hónapos kisbabája is Janice mellett ült a kocsi hátsó ülésén. Colin a közös utazás során mégis úgy érezte, valami nincs rendben alkalmi sofőrjeivel kapcsolatban. Egy alkalommal a furgon megállt tankolni. Colin pedig kiszaladt a benzinkút WC-jére, ahol azt fontolgatta, kiugrik az ablakon és szó nélkül lelép segítőitől. Végül mégis úrrá lett a félelmén, és úgy döntött, visszül Hókerék kocsiába. Fél órával később a férfi váratlanul félreállt az autóúton. Kényszorított a lány torkához, megkötözte őt, majd egy házilag barkácsolt 9 kilós fadobozt tett a fejére. Cameron egy fűrészmalomban dolgozott és kiválóan értett az ácsmesterséghez. Úgy alkotta meg a dobozt, hogy a viselője se látni, se hallani ne legyen képes. Az alkalmilag megvakított, megsüketített lányt a pár a kaliforniai Red Bluffban lévő otthonának pinciébe hurcolta, ahol csuklójánál fogva a padlóhoz kötözték. Ezek után különböző kínzásoknak, mint például verés, korbácsolás, elektrosok, tűzzel való perzselésnek vetették alá. Később arra kényszerítették, hogy aláírjon egy rabszolgasági szerződést. A szerződés értelmében a lánya folyamatos kínzások mellett köteles volt rendszeresen végignézni, amint elrablói szexelnek. Ő azonban nem vett részt az aktusokban, később viszont Cameron megszegte a saját szabályait és áldozatát is bevont, amelynek így már a nemi erőszak is részét képezte. Idővel Hókerék átköltöztek egy lakókocsiba, ahol pince hiányában a férfi új módszert talált ki, miként tartsák túszként az elrabolt lányt. Egy szűkös, koporsószerű faládába zárták, melyben mozogni is alig tudott, a ládát pedig saját vízágyuk alá rejtették. A kezdeti időkben Colin napi 20-22 órát töltött a ládába zárva, elrablói csupán 1-2 órára engedték őt szabadon, amikor többnyire házi munkát kellett végeznie és két kisgyerekükre vigyáznia. A kicsiknek fogalmuk sem volt róla, hogy az idézőjeles babysitterük a szüleik ágya alatt lakik, azok ugyanis váltig állították a kedves néni minden este hazament, amint lejárt a felvigyázási idő. A szűkös dobozban töltött kinkeserves időszak komoly fizikai és mentális problémákat okozott a lánynak, akinek a háta és a válla is alaposan megszenvedte a bezártságot. Nyaranta pedig gyakran 40 foknál is melegebb volt a fából eszkábált magánbörtön belsejében. A foglyulejtők minden téren alaposan megdolgozták Colint, akit ők rabszolga néven egyszerűen K-nak neveztek. Nyakörvet adtak rá, a házaspárt pedig uramnak és úrnőmnek kellett szólítania. Elhitették vele, hogy szökése esetén egy nagyhatalmú, titokzatos bűnszervezet a vállalat, melynek Cameron oszlopos tag megtalálja és levadásza őt, sőt minden lépését és családját is alaposan megfigyelés alatt tartják. A lány annyira bevette a mesét, hogy akkor sem mert elmenekülni, amikor esélye lett volna rá. Ahogy teltek az évek és Hookerék belátták, totális elmekontroll alatt tartott túszuk nem fog önszántából megszökni, egyre nagyobb szabadságot biztosítottak számára. Több időt tölthetett a ládán kívül, rendszeresen segített a családnak a mindennapi teendők ellátásában. Még a házhoz tartozó új melléképületek felhúzásában is közreműködött, ahol Cameron tervei szerint további rabszolgákat tartott volna. Kívülről úgy tűnhetett, mintha a csendes, visszahúzódó lány egyszerű cseléd lenne a háztartásban. 1981 tavaszán elrablói még azt is megengedték Colinnak, hogy Cameron társaságában meglátogassa Oregonban élő szüleit, akiknek egy szóval sem mesélt valódi életkörülményeiről, a férfit pedig mint jegyesét mutatta be nekik. A szülők éreztek egyfajta furcsaságot lányuk viselkedésében, azt gondolták, talán csatlakozott egy szektához, azonban nem is sejtették valójában, milyen körülmények között él és milyen kínokat él át. Később Colin az úgynevezett otthoni munkája mellett egy motelban is dolgozhatott cselédként Cameron engedélyével, ahol szintén senki sem említette egy szóval sem, hol és hogyan élt az elmúlt években. A faládába zárt rabszolgaként tartott lány végül 7 év után 1984. augusztusában szabadulhatott. Janice-nek köszönhetően, akinek elege lett belőle, hogy férje már második feleségként kezeli a túszukat.
A nő elvitte Colint egy közeli autóbusz állomásra, onnét felhívhatta a szüleit, és vett neki egy buszjegyet Oregonba, a lány Cameront is felhívta telefonon. Majd zokogva közölte vele, hogy megszökött, és soha többé nem fogják látni egymást. Janice Colin lelkére kötötte egy szóval se említse senkinek, mit élt át az elmúlt 7 évben, ugyanis bízott benne, hogy képes lehet jó útra téríteni férjét, ha rendszeresen elviszi őt misére a helyi templomba. A kiszabadult, végletekig agymosott lány betartotta ígéretét, azonban mivel a templom látogatás eredménytelennek bizonyult, 3 hónappal később a lelkész tanácsára Janice feljelentette férjét a rendőrségen. Azt is bevallotta, hogy egy évvel Colin elrablás előtt egy másik stoppos lányt, a 19 éves Mary Elizabeth-et is túlszulejtették, és rabszolgaként tartották, majd Cameron megölte őt, azonban mivel a gyilkosság vágyát nem tudták konkrét bizonyítékokkal alátámasztani, a férfit csak emberrablás, szodómia és nemi erőszak büntettéért ítélte el a bíróság. Cameron 104 év börtönbüntetéssel sújtották, Janice-t azonban cserébe azért, hogy együttműködött a hatóságokkal és mindent részletesen feltárt számukra, amnesztiában részesítették, egyetlen pontban sem emeltek ellene vádat. A szadista férfi jelenleg is büntetését tölti, legközelebb 2030-ban helyezhetik feltételesen szabadlábra, amennyiben a vizsgáló bizottság megalapozottnak találja a kérelmét, erre azonban kevés esély van. Janice visszavette leánykori nevét, elvégzett egy szociális munkás szakot, és jelenleg is hivatásos segítőként dolgozik. A lány szabadulását követően hosszú és intenzív terápia segítségével próbált mentálisan felépülni, nevet változtatott és igyekezett új normális életet kezdeni. Könyvelőnek tanult, többször megházasodott és gyerekei is születtek, azonban mindegyik kapcsolat zűrösnek bizonyult és válással végződött. Majd később nem nyilvános okokból egy időre börtönbe került. Szabadulását követően egy bántalmazott nőket segítő szervezetnél helyezkedett el önkéntesként. Mindkét nő Kaliforniában él, de nem tartják egymással a kapcsolatot. Amikor 1900 levelet kapott Franktől, amelyet San Diegóból írtak, sokkal délebbre, mint a szállító cég székhelye. Arra ösztönözte, hogy ne aggódjon, az üzlet rossz volt, mint tudja. Mary meglepődött, mivel ez volt az első alkalom, hogy angolul írt neki, nem pedig német anyanyelvükön, és felidézte, hogy távozása előtt azt mondta, hogy 6 olasz kereste fel Chicagóból. Azért, hogy adja el cégét. Frank szerzett egy különleges engedélyt, amely kivételt képzett a tilalom alól.
és gyógyászati, illetve kozmetikai célokra szolgáltatott bort. Ezt megelőzően megkereste egy Zora nevű férfi, aki lepárlót akart felállítani a pincészetben. Frank azonban visszautasította. Zora a szicíliai olasz bűnözői család munkatársa volt, akik a városi zsákmányszerzést és viszkikészítést akarták megszerezni. Frank sejtette, amint nemet mondott, hogy a sorsa megpecsételődött. Egyes jelentések azt hangoztatták, hogy maga Al Capone volt az egyik a hat közül. Majd ez rövid időn belül hamisnak bizonyult, de minden bizonnyal sok újságot adtak el ezzel. Majd később megtalálták Frank egyedi gyártású lila Cadillac-ét San Diego-ban egy garázsban üres pénztárcájával. Egy szemtanú látta, amikor egy férfi vezette az autót, akinek leírása megfelelt Frankjével. A rendőrök találtak más tárgyakat is a csomagtartóban, amik nem Franké voltak, valamint egy titkos rekeszt, amelyben csekkeket és számlákat találtak. Az egyetlen valódi nyom a vérfolt volt. Az eltűnése folyamatosan felkerült a címlapokra, mivel alig egy év telt el azóta, hogy a chicagói Szent Valentin napi mészárlás sokkolta az embereket. Alig néhány héttel később, 1930 elején a belvárosi pincészetet szövetségi ügynökök foglalták le. 700 ezer gallon bort és 200 ezer gallon pálinkát foglaltak le, és letartóztattak 5 alkalmazottat. Abban az időben ez volt Dél-Kalifornia történetének legnagyobb zsákmánya. Majd később a rendőrök találtak egy holttestet a Cucamonga pincészetben, amiről azt hitték, hogy Franké. De valójában Stefano Bottái volt, akit a konténer tisztítása közben ellepett a füst. Néhány hónappal ezután a pletykamalom túlpörgött, amikor egy Los Angeles-i bűnügyi főnök Tony Bucciolla azt állította, hogy tudja, mi történt. Frankkel. Ezután a férfi is rejtélyes módon eltűnt. Majd következtek az eltűnés sorozatok. Frank több üzleti partnere is nyomtalanul eltűnt. Kevesebb mint egy évvel Frank eltűnése után az egyik üzleti partnere autóját nyitott ajtóval, kulcsokkal találták meg. De a férfinek nyoma sem volt. Felmerült a gyanú, hogy összeköttetésben állt a maffiával, de ki akar szállni, és idézőjelesen elvitték egy körre. Az a hír járta, hogy Frank is együttműködött a maffiával. Az elkövetkező években Amerika szerte Mexikóban, Salvadorban csontvázakat vizsgáltak, de egyik sem Franké volt. Majd 1937-ben került szóba a pénzkérdés, amikor ugyanis kiderült, hogy Franknek volt egy életbiztosítása 360 ezer dollár. Mai árfolyam
végrehajtási intézetek megjelenését, ahol a legrosszabb fogvatartottakat napi 23 órára magánzárkába zárták. Silverstein és Clayton tettei mindkettőjüket az Egyesült Államok alkotmány által megengedett legszigorúbb büntetésre ítélték. A két gyilkosság idején egyik férfit sem tudták kivégezni, mert nem volt szövetségi halálbüntetés. Mindketten több életfogytiglani börtönbüntetést is kaptak korábban elkövetett gyilkosságok miatt. A hatóságok szerint nem kellett félniük attól, hogy folytatják a gyilkolást. Annak elkerülése érdekében, hogy bántsák a börtön személyzetét és más elítélteket, el kellett őket vágni a külvilágtól. A két férfit kezdetben apró izolációs cellákban helyezték el, ahol csak az alkotmányos minimális követelményeket teljesítették. Silverstein egy húzamba töltött 9 hónapot a cellában. A magánzárka ajtaja tömör acélból volt, az étel egy nyíláson keresztül érkezett, amely egyébként le volt zárva. Az őt figyelő büntetés végrehajtási tisztek egyike sem beszélt vele elesett munkatársai iránti tiszteletből. Tilos volt újságokat, magazinokat olvasni, rádiót vagy televíziót hallgatni, és látogatót sem fogadhattak. Nem biztosítottak semmiféle írószert számukra, nem volt se bejövő, sem kimenő levél. Clayton Anthony ugyanolyan kemény körülmények között élt egy másik szövetségi büntetés végrehajtási intézetben. Nem volt semmi emberi kapcsolatuk, és semmi más. Az egyik leghihetetlenebb túrázós történet minden bizonnyal Aaron Ralstoné, akinek majdnem tragédiával végződő esete pontosan megmutatta,
Ez volt Aaron Ralston nem mindennapi története. Ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy lájkot és nyugodtan iratkozz fel. Ne feledd a kis harangot sem, hogy első közt értesülj a legújabb videókról. Kommentben bátran fejtsétek ki a véleményeteket. Amennyiben van kedve, csatlakozz a csatorna tagsághoz, valamint élhetsz a szuper köszönt lehetőségével is, amit a videók alatti sávban találsz meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgatatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!